8 mérkőzésen összesen 15 gólt láthattak a kilátogató szurkolók és a tévénézők. Kezdjük a Paks Puskás Akadémia találkozóval. A Paks 2-re nyert Felcsúton és jól kezdte a hazai mérkőzését is, hiszen a 17. percben Lenzsér Bence csúsztatásának köszönhetően előnybe kerültek a Tolna megyeiek. A Puskás Akadémia azonban nem adta fel, és néhány percen belül Latifi készülődött szabadrugáshoz, és gólt is ünnepelhetett. Az albán játékos egyenlített ezzel tehát a Puskás Akadémia. A szünetet követően a 75. percig kellett várni a következő emlékezetes jelenetre. Ekkor is Latifit kell dicsérni, aki közvetlen közelről vette be Rácz kapuját 2-1, ezzel hosszabbításra álltak a csapatok. Viszont nem volt még vége a találkozónak, hiszen ahogyan az látható, itt még negyed óra volt hátra. Szóval jöttek az utolsó percek, és továbbra is nyomott a Puskás Akadémia, sőt, 11-eshez jutottak a vendégek, mert hogy nagy zsoltot buktatták a hajrában a 16-oson belül. Sárgalapos villant, és Radoki János együttese kiarcolta a továbbjutást, ezt Latifi révén megtették. Az albán eddig 2 gólt lőtt összesen, most egy meccsen 3-at. A felcsútiak 4-3-as összesítéssel búcsúztatták a Pakot. 6 élvonalbeli és 2 másodosztályú csapat jutott egészen ideig a negyed döntőig, és majd név szerint is természetesen mondjuk őket. Az első csapat viszont... Ferencváros. Már is a Ferencvárossal kezdjük. Ugye egy NB1-es klubról van szó, és ugye Szergej Rebrov a vezetőedző, ő már 7-szer nyert ukrán kupát játékosként és 2-szer edzőként, úgyhogy tudja, hogy miről van szó. Magyarországon pedig most szeretné először. Lássuk, kivel játszik a Ferencváros. A Molvidi FC-vel igazi rangadót láthatunk majd. Az már biztos. Egyébként legutóbb a szuper rangadón legyőzte a Vidi a Ferencvárost. Lássuk a második párosítást. Az első csapat az pedig a Debrecen. A Debrecennek az első nagy sikere az 20 évvel ezelőtt volt a Magyar Kupában, akkor 100 000-en is kimentek a nagy templomhoz ünnepelni az együttest. Az ellenfele a Debrecennek a Mezőkövesd lesz. Az a Mezőkövesd, amely a 91. percben szerzett góljával ejtette ki a haladást. Jöhet a harmadik párosítás. Az első csapat az MB2-es Budaörs, amely az imént jutott tovább. A Budaörs ellenfele pedig ezzel a rendkívül gyors sorsoláson a Budapest Honvéd csapata lesz. Sukka Attila a legutóbb 2007-ben nyert Magyar Kupát a Honvéddal. Valószínűleg ezt szeretnénk most is megismételni. Az ellenfelük viszont, aki megnehezíteni a dolgukat, az a Puskás Akadémia lesz. Ugye a Puskás Akadémia Bencés Miklóssal az élén ejtette ki a Komáromot, a Dunaújvárost és a Pénzügyőrt, Radoki Jánossal pedig már a Paksot. A következő az a Soroksár, ami ugye az ellenfele lesz, és ez egy újabb MB2-es csapat. A Ferencváros a Molvidivel játszik, a Debrecen pedig a Mezőkövesddel. A Budaörs a Honvéddal küzd meg majd itt a negyed döntőben, a Puskás pedig a Soroksárral. Ezek tehát a negyed döntő párosításai, a mérkőzést március 13-án játsszák le, a visszavágót pedig április 3-án. Én megköszönöm önöknek a figyelmet, tartsanak továbbra is az M4 Sporttal, hiszen következik a sporthíradó, Török Olivér és Bobák Róbert várja majd önöket. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!